Akkora paraszt vagy, hogy emlékezetből rakod össze a traktort. Olyan hülye vagy, hogy felfelé esel a lépcsőn. Olyan csúnya vagy, hogy anyád paritjával letedett. Sziasztok, daráljunk! Ma John Katz és Kordics Balázs, vagy Balázs, közös pályát fogjuk megnézni, a missziót. Szétcincáljuk, apró darabokra szétmorzsoljuk, ha. Oké, lenyugodtam. Tehát így néz ki a kezdőhely, egy szűk szobába szobrozunk. Igen, nincs meg a skinem, a pálya 1.7-es, és valamiért nem volt hajlandó betölteni az 1.7-es Minecraft a skinemet, úgyhogy most lány leszek. Van itt egy láda, amire az van írva, hogy ezzel kezd, ha kinyitjuk, akkor telehányja a csetet. A felszerelés benne szó szerint nagyon szuper, szuper cipő, szuper nadrág, szuper póló, szuper sisak, a maradék meg halal a kurákcsa. Na küzdjünk meg azzal a kis regénnyel ott a cseten, szia Csabusa, készítettünk neked egy kalandpályát, és a készítők, sok sikert a pályához, e-mail, szabályok, infók, nem üthetsz ki semmilyen blockot. Csak ha egy bizonyos feladatnál meg van engedve, ne használd a per game rule parancsot, csak ha valami nagyobb hibát találsz, játsz békés módban, ha azt kéri a feladat, hogy vásd át például easy-re, akkor nyilvánvalóan vásd át. A pálya egy játékos részére készült, hát igen, csak egy Csabusa van. A tárgyakat csak akkor veheted ki a képkeretből, ha a feladathoz szükséges, le lesz írva, spawnpointot csak utasítás esetén rakhatsz le. Történet. Te egy leszerelt katona vagy. Üzenetet kaptál a seregtől, hogy vissza kell menned, mert az Al-Qaida, ezt így kell leírni? Na mindegy, Al-Qaida, terror szövetkezet, újra elkezdte a támadásokat. Neked azt mondták, hogy meg kell állítanod, vagy átveszik az uralmat a kormány felett. Sok sikert. Tisztel egy akciófilmben érzem magam, én vagyok az egyetlen ember, aki meg tudja állítani a terroristákat. Nem bírtam tovább, hogy Alex vagyok, muszáj volt egy Csabusa fejet adnom magamnak. Sokkal jobb. Aztán kimentem az ajtón, de rögtön eszembe jutott, hogy volt még egy egyéb info gomb az ajtó fölött. Úgyhogy visszamentem. Itt csak technikai infók vannak, meg egy kis reklám. Következő teremből nyílt volna a nappali, de zárva volt. Az érdekes, hogy a saját nappalim el van tőlem zárva. Milyen helyen lakom? Itt egy láda, amiért valamiért a fejem van kétszer is, benne egy rakás nyíl. John Katz atomübertáp feje. Csináljon neki intrót ő. Van itt még egy sivatagi sólyom és egy normális atomübertáp sétapálca. Joggal megy az intró. Atomübertáp sétapálca. Jó, az enchantok szintjei nem túl nagyok, de a lényeg, hogy sok van. Miután kibakoltam a ládát, megnéztem a postaláda feliratú ajtót, igen, ez a kiárat, és ekkor, hát a környezet úgy gondolta, hogy mégse. Ha beleugrannék, talán kimenne a bokám. Ennek az embernek szó szerint minden napja életveszély, tehát biztonságban a postaládáját nem tudja megnézni. Szóval úgy döntöttem, hogy ma nem kaptam levelet, és inkább megnéztem az irodát, és csak egy kis berendezett szoba volt, talán csak a láda az egyetlen említésre méltó, ami tele volt átnevezett tárgyakkal. USB kábel, nyomtatópatron, töltőtól, régi billentyűzet, háború és béke, régi USB segér, porcica. Szóval nem maradt más út, csak az életveszélyes postaláda, de úgy gondoltam, kicseszek vele. Postaládában csak egy üres térkép és egy easter egg tojás volt. Mellette lévő gomb, hogy a francban nyomtatta ezt meg, jobb egér gombbal. Nem maradt más út, kénytelen voltam leesni a lyukba. Lent egyébként csatorna van, de szerintem ebből nem sokat fogtok látni, mert nagyon sötét. Ha valahogy átpréseljük magunkat a pókhálón, utána egy láda. Benne egy rakás tárgy, nézzük a könyveket. Ó ne, ez a titkos csapdám volt a behatolók ellen. Csak azt nem értem, hogy azt a körbefalazott dolgot hogyan közelítette meg a postás, vagy mondjuk átmászott rajta. Levelet hozt, Második feladat, juss ki a csatornából. Mi volt az első? Esd bele a saját csapdádba? Menjünk tovább, a környezetnek tényleg csatorna hangulata van, teljesen jó. Van itt pár lezárt járat, tulajdonképpen egy út van. Van itt egy láda, benne fanta, meg gumibot, igazából a könyvek az érdekesek. Végre kijutottam abból a szargödörből, szét kéne néznem, hogy mi történt itt.
Szar. 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 Másik könyv, tanács, nézz szét alaposan is a háttér sztorikra is rábukkanhatsz. Miután szétnéztél, menjél ki a kapun és menjél tovább. Van itt egy tábla, ez sajnos kisiklott vagy felrobbant. Ugyanis ez az összeállítás a metró, még beomlott lépcső is van. Kicsit kutattam a roncsok között, hát ha tényleg találok valami háttérsztorit, találtam is egy könyvet. Aki ezt látja, annak tudnia kell, hogy ez a terroristáknak a műve. Amikor lejöttem a lépcsőn, AK-47 sorozat lövő fegyverekkel jöttek. A csatornát átrobbantották és lelőttek mindenkit. Engem is megöltek, de azt még hagyták, hogy ezt leírhassam. A kapu túloldalán egy érdekes építmény, a tábla szerint vízrendszer. Van itt egy Talán című könyv, ugorját és a végén remélhetőleg megtalálod a kiutat. A gond az, hogy számomra szinte lehetetlen parkúrt épített. Van olyan rész, ahol csak két blokk hely van, és mégis ugrani kell. Tehát ugye ezt valahogy sprinttel át tudjuk magunkat erőszakolni az ilyeneken, de nem vagyok én ennyire nagy parkúros. Miután csalás nélkül végigmentem a pályán, két ajtót találtam, karbantartó szoba és felszín, hát nem volt kérdés, hogy melyiken menjek. Fent elég furcsa graffitik és elég furcsa ládában elég furcsa könyvek. Fizetőeszköz, mostantól lesznek eldugott dollár, inkább dollár, fizetőeszközök, amik nyilvánvalóan el lesznek rejtve. Teljesen nyilvánvaló. Nagyon oda kell figyelned, lesznek rá utalások, de persze nem egyértelműek. Negyedik feladat, kijutottál, most keres egy újságot, amiben megtalálhatod, hogy mi a heti hír, megtalálhatod a terrortámadások helyét is belőlük. Azt hiszem rájöttem, nem kimaradt feladat, hanem csak a páros számokon megyünk végig. Tök logikus. A ládában ott is volt az első dollárom. A graffitivel addig erőszakoskodtam, amíg nem találtam egy titkos szobát, benne még pár dollárral. Kifelé menet kapunk egy tippet, szerintem először keresd meg az újságost. Aztán végre kiérünk a felszínre, és láthatunk egy teljesen jól megépített utcát. Sokféle épület van itt, például diszkó vagy lopni tilos könyvtár. Elindultam az egyik irányba, egyik házba sem néztem be, mert úgy gondoltam, hogy most az újságárust kell megkeresni, lehet, hogy akkor a sztorinak egy másik részét látnám, de az Alparian Szar nevű diszkót muszáj volt megnézni. Itt egy láda tele pénzzel, meg utasítással. Ha megvan az összes maragd, menj vissza, édes Istenem. Ez nagyon durva, nagyon ciki ennyel írni a menny szót. Be fogom azt vezetni, hogy ha 5 durva helyesírási hibát találok, akkor nem megyek tovább. Ne legyetek már ilyenek. Előfordulnak elírások, de ez nem az, nem tudja leírni. Szóval most, hogy kidühöngtem magam, ha megvan az összes maragd, menj vissza az árushoz és olvasd el a napilapot, majd utána menj ki a reptérre és repülj Afganisztánba, hogy felkeresd a terrorcsapatot. Volt még kar is, ami a reptér kulcsa, hogy mit keres egy diszkóban, hát ezt elképzelni nem tudom. És innentől kezdve, igen emberek, ez a játékmenet, végig kell járnom az összes épületet, és hát ki kell rabolnom őket, össze kell gyűjtenem a pénzt az újságra. Nehéz egy katona élete. A reptér felé vezető járat le van zárva, azt írja, hogy ki fog nyílni, ha megvesszük az újságot. Ez a dollárgyűjtögetős része nem húznám az időt, igazából annyira nem voltak elrejtve a ládák, volt, hogy pókhálón kellett átmenni, volt, hogy képkeretből kellett kivenni a pénzt, de igazából nem volt semmi különleges. A nagy kifosztás közepette megtaláltam az újságárust, elkezdtem neki adagolni az eddig összegyűlt pénzt. Folytattam a rabolgatást, találtam egy nemzeti dohányboltot. Közben véget ért a kifizetés, ennyi elég is lesz. Még jó, nem tudom hány üzletet kellett kifosztanom, hogy kivizessek egy újságot. Hogy micsoda? Az Al-Qaida terrorcsoport? Indulnom kell. Menj a reptérhez. Ezen a ponton nem igazán értem, hogy mire jött rá a karakter. Elvileg már az elején tudtam, hogy Al-Qaida. Ugrás a reptérhez. Keresd meg a reptér kulcsát, majd helyezd a vörös gyapjúra. Odaállt könyv, meg VIP repjegy. Nos, itt vagy a reptéren. Menj tovább és szállj fel. Ha leszálltál, akkor menj. És jól írta le. Biztos a másik készítő írta ezt a könyvet. Menj el a katonaságra és beszélj a parancsnokkal. Volt itt egy végzett láda, vagy minek hívják ezt magyarban. Ami szerette volna, hogyha nekiadom a cuccaimat, játékból belementem.
Utána kicsit körülnéztem a terepen, benéztem a mosdókba. Lányként nem túl szerencsés a reptéren tartózkodni, ugyanis csak egy felkemegett tábla van odabent. Te kis huncút. Na de menjünk tovább, jön egy váróterem automatákkal, nagyon poénak. Volt egy orvosi rendelő, amit nagyon szorgosan ki is fosztottam. Aztán odakint egy repülőszerű képződmény és egy üzenet, igyekez mindjárt indul a gépet, hát ahogy így körbe van falazva, szerintem nem indul sehová. Lépcső tetején újabb üzenet, álmos lették, keresd meg az ágyadat. Megint csak találkozom a fejemmel, és megint nem tudom, mit keres itt. Balra egy berendezett szoba, a nagy ágyakkal és tévékkel, tisztára, mint egy luxusgép, még szerencse, hogy csak úgy kaptam egy-egyet. Jobbra pedig pár termen át kell menni, mire végre eljutunk a pilótafülkéhez, ahol részeges pilóták vannak. Nyugalom, nyugalom, értek hozzá, semmi pánik. Meg sem mozdul. Áramlott. Vissza az ágyamhoz, ugyanis karral lehet aktiválni az alvást. A dolog nem sikerül szerencsésen, ugyanis rommá változik a gép. Van itt egy könyv, lezuhant a géped és most ébredtél fel a kómából. Teljesen benőtte a növényzet a géproncsot. Az igen, mennyi ideig voltam kómában. Észrevetted, hogy eltűnt a csomagod. De ha benőtte a növény, akkor ennyi idő alatt simán éhen vagy szomjan haltam. Vagy mindkettő. Feladatod megkeresni a csomagodat, Enders Hest, majd utána leugrani a vízesésen. Ez tök logikus. Fontos, hogy ne ugorj le a csomagod megtalálása előtt, mert akkor értelmét veszi a feladat. Nagyon meggyőző emlékeztető. Kiskeresgélés után megtaláltam a ládát, mehet az ugrás. Kis úszás után a ház, bent a lakó üdvözőleg szerény kunyhómban feliratú pólót visel. A beszélgetésből kiderül, hogy ő egy őslakos, üdv idegen, hello, tudná nekem segíteni? Attól függ, hogy miben. Ajjajjáj. Ki kéne innen jutnom? Van egy régi rozsdás helikopter hátul, azt elviheted. Köszönöm, ezzel most nagyon sokat segítettél. Szeretnék olyan helyen lakni, ahol itt simán hozzávágnak az emberhez egy helikoptert. Mondjuk azt jutott, hogy régi meg rozsdás, lehet, hogy azért adta oda, mert nem működik? Vidd el a kulcsot, majd repülj el Afganisztánba. Kint tényleg van egy rozsdás repülő, a karral be tudunk jutni, húzd meg a repülés átugrásához. És tényleg megérkeztünk, kint egy újabb könyv, megérkezti Afganisztánba. A cél, hogy felfegyverkezz elegendő felszereléssel, utána keresd meg a háborús zóna ajtaját és menj be. Na az érdekes, a háborús zónának ajtaja van? Mondjuk nem értek a háborúzáshoz. Egyébként nem kezdtem el nagyon körülnézni, ugyanis nálam ott az atomibertáp sétapálca, tehát más fegyver nem kell. Egyébként a terep nagyon jól néz ki, a kaktuszok nagyon ötletesek, az autók inkább viccesek, de nagyon állat. Nyomás a háborús zónához, teleport, puff, leütöttek. És természetesen elvették az összes tárgyamat. Éljen. Egy gomb, nagyon fáj a fejed, hol vagyok? A hátad mögött valami leomlott, talán ott ki tudok mászni. Újabb gomb, két őr, inkább máshol megyek ki. Úgy döntöttem, hogy nem szórakozok a tökökkel, követem a szöveget. Újabb gomb, teleport, hosszas bujkálás keresgélés után megtaláltad a kiutat. Még egy gomb, egy őrtorony, megnézem, mi van odafent. Fent egy AK-47-es durva encsantokkal, előbukkant pár alkaida tag és lelőtted őket. Hú, még szerencse, mert nem kaptam lőszert a fegyverhez. A tagoknál ugyanazt a három fejet használta, amiket eddig a pályán. Ez egy ilyen alacsony költségvetésű pálya, egy embernek több karaktert is el kell játszania, de végül is nem baj, legalább visszaszereztem a fejemet. Utána gomb, kezd elhomályosulni a kép, megérkezett az erősítés és beraktak a helikopterbe, félholt állapotban voltál. Sajnos valójában csak a gép mellé tettek, és nekem kell bemásznom a helikopterbe. Oda bent még egy gomb és még egy teleport, egy szűk szobába kerülünk, ahol csak egy gomb van, igen, itt is lesz majd egy teleport. Miután felébredtél, egy kórházban találtad magad, hamar felépültél, és komoly kitüntetésben részesültél. Na persze, bő pénzösszeget is kaptál. Az Al-Qaida összes tagját letartóztatták, majd a bíróság elítélte őket. Utána késleltetéssel teleport, szerintem itt egy kicsit kevés időt hagytak, én először nem is tudtam végigolvasni. Egy lávás üveges szobába kerülünk, ahol csak a csatornájukat és a szerverüket reklámozzák. Nézzük a mérleget, pozitívumok, szép volt az építés, láttátok, nem is kell hozzá nagyon mit fűzni, aztán az átnevezett tárgyak, ezeket nem emeltem ki nagyon, de szinte minden ládában volt valami, hát a történet szempontjából tulajdonképpen szemét, ez egyébként valami átnevezett tárgy, némelyik egészen poénus volt.
Amik nem tetszettek, az irracionális elemek rengeteg volt. Egyébként alapvetően a történet se fogott meg, tehát ez a háborús díj engem valahogy nem köt le, így a történetbe se tudtam magam úgy beleélni, de hát az még hagyján lenne, viszont voltak olyan elemek, hogy hát az egyik legdurvább nálam az volt, hogy hát az volt a feladat, hogy konkrétan raboljuk ki a félváros, tehát miért, hogyan, szóval volt sok ilyen kis apróság. Aztán a nem megfelelő fejek, ez alatt azt értem, hogy például miért volt annyiszer a fejem ott, tehát most először még olyan díszítésnek tűnt, hogy ott van ládámban, nem tudom, plüss oroszlán fej. Aztán a repülőgépen már nem igazán értettem, de hogy aztán ott az Al-Qaida tagoknál az egyiknek oroszlán feje volt, hát az már abszolút sok, tehát túlzásnak éreztem. Aztán sok beszéd könyvben volt, látszódott, hogy a készítők ismerik a tárolóparancsot, tehát nyugodtan mehetett volna minden beszéd, minden kiírás, feladat, szinte a könyvek, majdnem az összes könyv mehetett volna a csetre, mármint a szövege. Én max azokat raknám így könyvbe, ami tényleg könyv, tehát hogy valami kinyomtatott valamiről van szó, tehát mint tárgy, vagy így a küldetésekről valami emlékeztető, hogy legyen a játékosnál. Jó, tehát ez volt a Misszió című pálya, a kézikönyv óvjon. Hadarálni akarok, ha darálok, darálni valódi mindig találok. Vacsukor, pasorverek, farágó, megjavult végre, hogy darálok. Ho-ho-ho-ho.